mi is nehezen találjuk a szavakat azzal kapcsolatban, amit téged fogadott. Te számítottál erre, vagy hasonlóra? Minimálisan igen, számítottam, de arra tényleg, hogy az általános iskolás barátaimtól kezdve nagyon régi jó barátaimnak a szüleim át, egészen a családomig és a barátnőmig, mindenki itt van mellettem. Ezért ez egy elég felemelő érzés, úgyhogy ezt meg tudnám szokni minden héten, hogy így érkezzünk meg a Premier League versenyekről, illetve a kontinentális versenyekről. Úgyhogy igen, nagyon büszke vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy mindenki itt van, és velem együtt éli át ezt az élményt. Nagyon mély ponton értett ez a 7-0-ás vereség a nagy riválisom ellen, de egyáltalán nem vagyok most már szomorú, mivel tudom, mik voltak ott a hibáim, miken kell majd javítanom, és neki most ez így jobban jött ki. Én próbáltam rohanni a pont után, illetve megtenni mindent, megtettem mindent. Ugyanolyan boldogan jöttem le a tatamiról, sajnos az utána lévő interjú nem ez látszott, de kiadtam magamból mindent, és ahogy ezt el is mondtam, hogy a 10-ként végeztem volna ezen az olimpián, akkor is boldogan jöttem le, de hál' Isten, fortuna mellénk állt, jól sikerült a verseny is, és egy orrtörés után is ilyen szép eredményt értünk el, úgyhogy nagyon büszke vagyok. Ezek az utolsó másodperces fejrúgások úgy tűnik, hogy most a végén kísérnek, mert ugye Párizsban is ez volt, most is ez volt. Igen. Belünk játszasz, vagy? Igen, az edzőmmel pont itt ezen a hosszú úton beszéltem meg, hogy lassan most már az is lehetne a Messengeren a becenevem, hogy Mr. Stroke. De mindenkinek csak a stroke-ot okozom, és minden második üzenet abból áll, hogy miattad hullik ki a hajam 20 évesen meg, miattad kapok szívinfarktust, úgyhogy igen, ezt most átbeszéltük, hogy biztos, hogy a következő versenyeted lesz majd a becenevem, vagy akár a egyik közösségi platformon a nevem, úgyhogy erre fogom áttenni. Jaj, de én kellett volna. Nem tudok hova passzolni, köszönöm szépen. Természetesen hiányozni fog a karate, és hiányzik már most is, de minden normális embernek kell azért egy pihenő egy ilyen hosszú és nehéz felkészülés után. Úgyhogy igen, most pihenni fogok 1-2-3 hétig, attól függően, hogy fogom magam érezni, és állna azonnal elkezdünk felkészülni a felnőtt világbajnokságra, ami Dubajban lesz megrendezésre kerülve. Nem áll meg az élet. Most mindenféleképpen szeretnék több időt tölteni itt a barátnőmmel, a családommal és a barátaimmal. Szeretnék kikapcsolódni, kicsit aktívan pihenni, és szeretnék mindenféleképpen több időt tölteni azokkal, akikkel most én szeretnék, és nem a karatira összpontosítani. Ez elég maradandó lett. Most nagyon jó reklám sikerült karaténak, és hál' Isten azt tudom mondani, hogy szerintem most 10 millióból magyarból legalább a 3 egyre megérti azt, hogy mi milyen küzdősportot csinálunk. Nem csak Jackie Chan-ek vagyunk és rúgdossuk egymást zombiát, hanem tényleg tudják már, mi az a versenysport, amit én üzök, és végre meg fogják érteni azt, hogy ezt miért szeretem ennyire.